Bár a fertőzés szám napi átlaga lassan csökken, még mindig komoly nyomás árul a Bihar megyei kórházakra. Györgyi Kárp kórházigazgató online tájékoztatójában fekete hónapnak nevezte az augusztust, mivel ekkor jegyezték a járvány kezdete óta a megbetegedések 57%-át, a halálesetek 62%-a is ebben a hónapban történt. Folyamatosan csökken Bihar megyében a koronavírussal fertőzöttek napi száma, míg a két héttel ezelőtt jegyzett fertőzés szám napi átlaga 53, az egy héttel ezelőtti pedig 54 volt, addig az elmúlt héten a napi esetek számának átlaga 40-re csökkent. Ugyancsak biztató adat az is, hogy még az elmúlt hetekben 15 települést soroltak veszélyzónába, ahol 1000 lakosra 3 megbetegedést jelentettek, addig ez a szám mostanra 9-re csökkent. Bár az adatok folyamatosan javulnak, továbbra is komoly nyomás hárul a kórházakra. A Bihar megyei egészségügyi rendszer koordinálásával megbízott dr. Györgyi Kárp online tájékoztatójában kiemelte, hogy még a kezdetekkor járványkórháza alakított városi kórház 10 intenzív terápiás ágyal rendelkezett, ez mára elérte a 23-at, és amennyiben szükség lesz rá. A lélegeztető géppel és életjeleket figyelő berendezéssel ellátott ágyaknak a számát 35-re tudják emelni. Jelenleg 442 szemét kezelnek kórházban koronavírus miatt, ez 11 több, mint az előző napon. A múlt heti adatok szerint a legtöbb aktív megbetegedéssel, diófást és Fugyivásárhelyet megelőzve továbbra is Nagyvárad vezeti a települések listáját.